Üdv mindenkinek! Ma egy kicsit rendhagyó videó lesz, ugyanis nem modellvasutas dolgokkal foglalkozok, hanem nagyvasúttal. Kijöttem a szokásos kis kedvenc helyemre videózni, ide a Dunakeszi ívbe. Igazándiból kettő dolog van, egy 07-es gigant, ami erre fog jönni gépmenetbe, illetve a szokásos Metropolitan Eurocity, amit szeretnék lefényképezni, és Koda mozdonyok elvileg idén, decemberben a menetrendváltással fognak búcsúzni, próbálom őket megörökíteni, ahogy tudom, nem csak fotózni, videózni is fogok. Ami itt ugye most egy kicsit nehéz, azok a körülmények, hiszen dél van, és nagyon magasan van a nap. A gigant fényképezésére, videózására ez egy nem igazán optimális dolog, a Metropolitan LC-t viszont nagyon szépen teliben naposan le lehet venni. Igazándiból ez a kihívás, amikor nem optimális fények, nem optimális szögben érkeznek a fotózandó, videózandó dolgokra, de hát az ember idővel megtanulja ezeket kezelni, és az árnyékos, illetve az ellenfényes kép nem feltétlenül jelent minden esetben rossz képet. Ezt fogom most egy kicsit itt demonstrálni. A gigant még Rákospalota Újpest bejáraton áll, a Metropolitan pedig óra 20 van, elvileg most indul Vácról, majd meglátjuk, hogy melyik fog előbb érkezni. Addig is jönni fog egy szokásos kiszes vonat, ami arra például jó lesz, hogy itt a giganthoz belőjük azt, hogy kéne exponálnunk. 1600 másodperces záridőt használok, a jó kis Jungno 50 F1.8-as obit és F2.8-on, plusz 0.3-mal egy picit túlexponálom a képet, azért, hogy annyira ne bukjanak be az árnyékok. Itt fönt az ég így is úgy is ilyen nagyon világos, fehéres, szürkés, annyira nem fog zavarni, hogyha egy picit jobban beég, úgy sincs nagyon részlet benne. Úgyhogy várjuk a mozdonyokat, hogy jöjjenek, illetve a gigantot várjuk. A Metropolitan az meg szerintem 10 perc múlva érkezni fog, 8-10 perc általában. Meglátjuk, melyik jön az előbb. Jön is most egy vonat, nézzük is gyorsan. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy ilyenkor érdemes. Na látjuk, most jön. El is ment. Ezek az ilyen simán, csak itt minden nap közlekedő kiszek arra jók, hogy az ember beállítsa az expozíciót. Ilyenkor meg szoktam nézni azt, hogy sikerült a kép, mennyi minden égett be, mennyi minden nem égett be. És hát egész tűrhető lett a dolog. Az ég az úgy, ahogy gondoltam, beégett, de a vonat az jól exponált, azzal nincs semmi gond. Ilyen helyzetben egyébként csodákat nem nagyon lehet tenni, akkor ennyire magasan jár a nap, és viszonylag a jármű mögül süt. Itt ugye azért jöttem át erre az oldalra, mert itt ezen az oldalon innen süt a nap, és így van egy kis esély arra, hogy a jármű oldala az legalább napfényes legyen. Az eleje egy kicsit árnyékos, az annyira nem probléma. Hát ez az AKM gép jött először most, ez a francia villanymozdony, ez is nagyon jó, hogy erre járt. Őt még nem fotóztam, nem videóztam, úgyhogy ő is meglett itt a mai fotós körúton. És akkor várjuk továbbra is a gigantot. Ként ott arra szembe egy másik vasútfotós kollega is, helyi kollega áll, ő a túloldalról fog fényképezni. Gigantunk még mindig Rákospalota Újpest bejáraton áll, valószínűleg el fogja engedni még a következő személyvonatot is, úgyhogy először a Metropolitan Eurocity-t fogjuk tudni lefényképezni. Tökéletes hozzá az ő fényképezéséhez minden, a nap pont a hátam mögül süt, és telibe le fogjuk tudni fényképezni a vonatot. Én most
-0.3-mal alul fogom exponálni. Ezt ugye olyankor lehet megtenni, amikor nincs árnyék, ugye nem ellenfényben fényképezünk, így egy picit meg fog maradni az égből is egy kis részlet. Egyszerűbb lesz vele utómunkázni, mindig könnyebb egy alulexponált képből, egy picit alulexponált képből egy kis árnyék detailt elővarázsolni, mint egy túlexponált képből a beégett részleteket, azok beégtek, azoknak vége van, azok úgy jártak, míg itt működni fog az, hogy szépen látszódni fognak majd a végeredménybe a felhők. Nézzük is, nem sokára jön a vonatunk. Szuper, meg is lett, és ahogy nézem, jól is sikerült a kép, ugye több képet lőttem, nagyjából jól vannak exponálva, és tökéletes helyen is van benne a vonat, úgyhogy ez jól sikerült, és mellé természetesen videót is forgattam, amikor csak simán mellé teszem a telefonomat a fényképezőnek, és gyakorlatilag nagyon hasonló szögből akkor elindítva meg is lesz egy 4K-s videó. Ennek a dolognak az az előnye, hogyha esetleg valami fénykép ugye nem sikerül annyira jól, akkor még mindig ott van backupnak, biztonságnak a 4K-s videó, amiből esetleg ki lehet szedni egy képet így dok jelleggel. Gigantunk már Rákospalota Újpestre bejárt, ahogy néztem az emigen. Most el fog jönni egy S70-es, és akkor utána én nagyon remélem, hogy őt is el fogják engedni, mert nem kicsit van meleg, folyik rólam a víz, de hát ez egy ilyen kis hobbi a vonatfotózás. Jön is az S70-esünk, őt még lefényképezem. Tökéletes lesz szerintem, hogy beállítsuk azt, hogy milyen beállításokkal fényképezzünk, és hogy ez mennyire lesz jó. El is ment. És meg is nézem. Igen, nagyjából ez a 0.3-as túlexponálás, egy 1600 másodperc, ugye azért, hogy szépen éles legyen a mozgó jármű, F2.8 és ISO 100-zal tudunk így fényképezni, ez tökéletes. De törekedni kell ilyen időben az, hogy arra, hogy minél rövidebb legyen a záridő, és emellett minél alacsonyabb az ISO érték. Minél alacsonyabb az ISO érték, annál nagyobb lesz a képünknek a dinamika tartománya, ugye minél magasabb az ISO, annál jobban csökkenni fog a képünk dinamikája, ami ilyen nagyon napfényes időben azért egy elég fontos dolog. Én egyébként manuális módba fotózok most, ugye manuálisan állítom a rekeszt és az záridőt, viszont az ISO az automata. Hát nekem ez jött be leginkább. Ilyenkor a gépre van bízva, hogy milyen ISO értéket állít be. Szuper! Sikerült lefotózni, el is ment. Szépen nem is jött olyan gyorsan, olyan 60-70-nel jöhetett. És akkor most szépen hazamegyek, megnézem a képeket, és ebédelek egy jót, meg iszok egy csomót. Kaptam információt Vácról, hogy az S70-es után jönnek a tehervonatok. Még van egy laza 10 perc, úgyhogy addig bőven ki fogok érni oda a híthoz. Így telibe végig napos oldalról is el tudom kapni a vonatunkat. Ezt a kis hidas részt itt azért szeretem, mert a dupla dunakeszi ívbe, ugye ív ellenív követi egymást, nagyon jól néznek ki, ahogy bedőlve haladnak a szerelvények, ez ad egy kis pluszt itt a fotózásnak, videózásnak. Szerintem jobban néz ki, mint amikor csak egy teljesen egyenes pályán fényképezzük le a szerelvényeket. Ki is értem, nem sokára jön az S70-es, és akkor utána először a Vectronos tehervonat fog jönni, utána fog jönni elvileg a gigant.
és sikerült is a felvétel, mind a PS Kakadu Vectron, mint pedig a 07-es Gigant fotózásra, illetve videózásra került. Most szépen hazamegyek, lepihenek, fölmásolom a képeket a gépre, és akkor meg lehet őket nézni, meg föltöltöm, ahova föl szeretném. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezés, meg jó vonatfotózást mindenkinek!